Köszöntöm a nézőket, azt hiszem valamennyi iskola vezető elmondhatja, hogy egy rendkívüli tanévet zártak a napokban, vagy ebben az időszakban, és nincs ez másként talán Szekszárdon sem, a Szekszárdi Szakképzési Centrum intézményeiben. A hozam mai adásában Dömötör Csabával, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárjával beszélgetünk. Köszöntöm, kancellár úr! Először talán röviden értékeljük a tanévet általánosságban, és hát nyilván nem kihagyva belőle a végét, ezt a digitális oktatási részt sem. Igen, köszöntöm én is a nézőket. Hát ez egy nagyon izgalmas év volt, izgalmas tanév volt. Azt gondolom, hogy talán az a rendkívül jó szó, hogy rendkívüli volt ez a tanév. Viszont összességében egy ilyen rendkívüli tanévet azt gondolom, hogy sikeresen zártunk. Mindent figyelembe véve, ugye elindultunk a hagyományos tantermi oktatási rendben, hiszen a szakképzésnek ugye van egy ilyen jellegű része, egy gyakorlati képzési része, ami nekünk nagyon izgalmas, készülve közben arra, hogy a szakképzési rendszer átalakul, és a szakképzés 4.0 stratégiának megfelelően a szabályozás is elkészült. Nyilván ez egy külön kihívás számunkra, és ugye hát sajnálatos módon a humán járvány ugye belépett, amire viszont azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudtunk reagálni. Ugyanúgy mi is, mint az ország többi részén levő szakképző intézmények. Nálunk ez nem okozott nagyon nagy zökkenőt, a kollégák nagyon rugalmasan álltak hozzá, nagyon innovatívak voltak ebben, az iskola vezetők is, a pedagógus kollégák is, mindannyian, szülők, tanulók is nagyon segítőkészen, együttműködően álltak hozzá, nagyon-nagyon sok cég támogatott lépett be a rendszerbe, és így nagyon gyorsan fölállt a digitális oktatásnak a rendszere. Rámutat egy ilyen helyzet arra is, hogy milyen kollektíva működik egy-egy intézményben? Igen. Nagyon-nagyon rámutat, sőt, azt gondolom, hogy még összébb hozta az eddig is jól működő kollektívákat, hiszen ezt egyéni utakkal nagyon nehéz megoldani. Itt mindenképpen közös munka kell, hiszen olyan platformokat, digitális platformokat kellett kialakítani, használni, amit átfogóan egy-egy tantestület, egy-egy csapat nem használt korábban. Viszont ezt mindenki nagyon-nagyon, úgymond könnyedén megugrotta ezt a egyébként nem alacsonyan levő lécet, de mindenki könnyen megugrotta, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sikeresen tudjuk, és azt tudjuk elmondani, hogy a tanévnek ez a része is, hála Isten, sikeresen tudott zárulni. Ugye általában itt arról szokott szó esni, hogy a gyerekek nem mehetnek iskolába, de itt ugye a szakképzési centrumban nem csak iskolába járnak a gyerekek, hanem tulajdonképpen munkahelyre is, hogyha úgy tetszik. Ezt a részét hogyan lehetett kiküszöbölni? Igen, hát ez volt talán az egyik legnehezebb és legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudjuk megoldani azt, hogy a szakmai gyakorlatok rendben tudjanak működni. Miután itt egy közös együttműködésről volt szó, hiszen a szülőkkel, a tanulókkal, az iskola, a képzést, a gyakorlati képzést végző cégek, vagy akár a kereskedelmi és iparkamara együttesen kellett döntsön arról, hogy ki vállalja ezt a képzést, melyik cég. Voltak olyan cégek, akik vállalták, volt olyan esetünk is, amikor a szülő nem vállalta és engedte a gyermekét, viszont ilyen esetekben is megpróbáltuk a digitális gyakorlatokat összehozni. Nem mindenhol lehetséges, azért ezt el kell mondani, de nagyon sok szakmában ez működött, hiszen informatikai területen ott nagyon jól tud működni, de akár érdekes módon a gépészeti vonalon is jól tud működni, hiszen ma rengeteg olyan szimulációs program létezik, amit fel lehet használni. Nagyon izgalmas a kereskedelem területén, hiszen az elkereskedelem ugye az nagyon felfutó, nagyon erős részesedéssel rendelkezik már. Itt is meg tudtuk, és igen, így van, és itt is meg tudtuk oldani ezen keresztül ezeket a gyakorlatokat. Most nyilván vannak olyan kétkezi szakmák, ahol ez sokkal nehezebb volt, mert az építőipari területen, vagy a faiparban ott azért ez nehezebb megoldani. Ott átcsoportosítottuk a képzéseket, és a gyerekek már pótolják a korábban elmaradt gyakorlatokat. Összességében le lehetett zárni ugye a tanévet, hogy nem maradt el senki? Igen, senki nem maradt el. Mindent le tudtunk zárni, most már túl vagyunk a vizsgákon is, nem csak a konkrét tanévet zártuk, hanem már a vizsgákon is túl vagyunk, az érettségi vizsgákon, szakmai vizsgákon egyaránt.
És gyakorlatilag azt kell mondani, hogy sikerrel vagyunk túl mindegyiken, mindenhol sikerrel zártunk, a gyerekek most már boldogan mutatják a bizonyítványukat. Azt gondolom, hogy nekik is egy emlékezetes tanév lesz ez. Milyen célokkal vágtak neki szeptemberben a tanévnek? Nyilván akkor már lehetett tudni, hogy ez valamiféle utolsó tanév lesz egy nagy változás előtt, illetve hát már ugye küszöbön álltak a változások is. És nyilván ebből mi az, ami végül meg tudott valósulni? Hát nyilván az alapvető cél az volt, hogy ismerve már ugye a szakképzés 4.0 stratégiának, az elfogadott kormány által elfogadott stratégiának az elemeit, hogy felkészüljünk arra, hogy ezt teljesíteni, és az abban foglaltakat teljesíteni tudjuk. Nyilván erre helyi szinten kell felkészülni. Most alapvetően az volt a cél, hogy közben az oktatás, is megy természetes módon. Na most ugye itt ennek többféle oldal megközelítése lehet. Az egyik az, hogy fel kellett építeni és megerősíteni azt a kapcsolatrendszert, ami a vállalatokkal korábban is megvolt, de még jobban megerősíteni, hiszen őrájuk is egy más szerep hárul a jövőt tekintve majd. Egyrészt ez volt egy nagyon nagy kihívás, nagy feladat, és célként is tűztük ki magunk elé, hogy ezt a szeptemberig, a nyár elejéig, közepéig azért mindenképpen meg kell tegyük. A másik, hogy infrastruktúrában is készüljünk erre, hiszen a szakképzési centrum 9 iskola részek, vagy 9 iskola rész működik a megyében, és nekünk, ezzel le is fedjük teljes Tolna megyét, így van, tehát nekünk erre is fel kellett készülni, hogy ebben is lesznek feladataink, és vannak feladataink. A harmadik pedig, hogy meg kellett tenni azokat a konkrét lépéseket, ami az iskolák képzési szerkezetével, képzési struktúrájával függ össze. Hát egyszerűen a párhuzamosságokat meg kellett szüntetni, bele kellett nyúlnunk a képzési struktúrába, az iskolák hagyományaihoz igazodva, a korábbi hagyományaihoz igazodva, nem elfeledve azokat teljesen természetes módon, de a képzési struktúrát össze kellett hangolni. Ilyenkor azért szoktak konfliktusok is lenni. Igen, vannak is, illetve bocsánat, tehát voltak is ebből adódóan nyilván konfliktusok, de úgy gondolom, hogy ezeket meg lehetett oldani, és meg is oldottuk. Ezt jól mutatja egyébként a beiskolázásunk is, hiszen örömmel kell mondani azt, hogy a korábbi éveknél több tanuló jött be a szakképzésbe, az új technikumba is, és a szakképzőiskolába is, a 3 éves szakmunkás képzésbe is. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a hangok, amik arról szóltak, hogy ez nem lesz egy jó irány, végül is nem kaptak igazságot, mert a szülői döntés és a tanulók döntése az bennünket igazolt. Lehet emögött azért egy, vagy annak is szerepe, hogy azt már azért nagyon sokszor elmondtuk mi is, de máshonnan is lehetett hallani, hogy jövőre ugye már az első évfolyamon is ösztöndíj jár például, és akkor a változásoknak ez csak egy része. Biztosan ennek is van szerepe benne, hiszen az, hogy ösztöndíjat kap minden szakképzésbe belépő 9. évfolyamos tanuló szeptember 1-től, ez önmagában nagyon nagy jelentőséggel bír. Intézményi szinten is, megyei szinten is. Nyilván ez hozza magával azt is, hogy várhatóan még az eddiginél is több tanulónk lesz, hiszen még most fog ugye a rendszer indulni és felépülni. De ez nekünk fontos. Nagyon fontos, hiszen a szakképzés ugye kifejezetten a munkaerőpiacra képez elsődlegesen. Nyilván nem elfeledve azt, hogy a felsőoktatással is van kapcsolatunk, és a technikumot azt a mérnökképzés előszobájának tekintjük. De alapjában véve a munkaerőpiacsal való közvetlen kapcsolat, az új duális képzési rendszerhez való csatlakozás, az mindenképpen azt jelzi, hogy több tanulóra van szükség, a munkaerőpiacnak több emberre van szüksége, és így vagyunk ott, hogy az ösztöndíj ebben egy támogató elemként jelenik meg. És akkor most már kicsit belekóstoltunk a jövőbe, de akkor beszéljünk róla konkrétan is, tehát milyen változások lesznek szeptembertől? Az alapvető változás, hogy technikumi képzés indul. A technikumi képzés 5 éves képzésként indul, ágazati közös alapozással, és majd 2 év után egy ágazati alapvizsgát követően a szülőknek, gyerekeknek lesz arra lehetősége, hogy eldöntse, hogy az adott ágazatban melyik konkrét szakmát tanulja majd.
Tehát két évig tanulnak konkrétan? Tanulnak konkrétan szakmát, de egy közös alapismereteket, ami minden szakmának az alapozásához közös. Ezt még iskolai tanműhelyben fogják csinálni, és ezt követően lesz majd arra lehetőség, hogy duális képzésbe menjenek ki a tanulók. Tehát akkor tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy nyernek még két évet? Eldönteni, hogy merre, és mondjuk részben, nem részben pont nyolcadikban kell? Részben mondhatjuk ezt is. Részben pedig mondhatjuk azt is, hogy egy szélesebb ágazati alapozásra egy biztosabb tudással tudnak elindulni. Tehát egy alaposabb, biztosabb tudással tudnak elindulni. Nem mellékes egyébként, hogy a konkrét választás az, hogy melyik szakma lesz az, ami az ő szakmája, és amit ő úgy gondol, hogy legtesthez állóbb, az is eltolódik teljesen természetes módon. De én ennél sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy egy nagyon erős széles ágazati, nagyon erős alapozás van, amire rá lehet majd a későbbi szakirányú képzéseket építeni. És ennek van nagyon nagy hozadéka, vagy várunk tőle nagyon nagy hozadéka. Akkor az adott esetben azt is jelenti, hogy később mondjuk a különböző szakmák között is könnyebb lesz az átjárás. Tehát adott esetben, ha valaki oké, hogy egyet most megtanul, de ha utána még a másikat is megszeretné, akkor azt már könnyebb. Igen, ez pontosan ezt tudja jelenteni, hiszen mindenki számára két szakma és egy szakképesítés ingyenes, ha ezt iskolában szerzi meg. Szakmát csak iskolában tud szerezni. Ez a másik nagy újdonság. Igen, ez a másik nagy újdonság szeptembertől, hogy szakmát csak iskolában lehet szerezni. Na most, hogyha valaki már szerzett egy szakmát, és szeretne egy másodikat megszerezni, akkor ott már majd lesz arra lehetőség, hogy felnőttként, fiatal felnőttként be tudjuk számítani a korábban megszerzett tudását. Egyéni tanulási utakat tudunk kialakítani, egyéni tanrendet tudunk neki kialakítani, ami meghúzza magával azt, és jelenti azt, hogy lehet, magát a képzési időt lehet csökkenteni. Tehát így sokkal rugalmasabbá tudjuk tenni a felnőtteknek is a képzését. Szándékosan felnőttek képzéséről beszélek, hiszen és nem felnőtt képzésről és felnőtt oktatásra jelen, mint a jelenlegi terminológia használja. Pontosan azért, mert itt is az a cél, hogy rugalmasabban tudjunk is, az iskoláink rugalmasabban tudjanak mozdulni, egyéni tanrendet, személyre szabott tanrendet tudjunk kialakítani a felnőtteknek, hiszen rengeteg olyan tudás van egy felnőttnél, amit vagy formálisan, vagy informálisan, de már megszerzett. Na most ezt mi meg fogjuk tudni mérni. Ha ezt mi meg tudjuk mérni, akkor innentől kezdve őt egy rövidebb idő alatt tudjuk képezni. Azokat a számára már ismert tudáselemeket nem kell átadni, amit ő már megtanult valamilyen más módon, és akkor így azt gondolom, hogy gyorsabban, rugalmasabban tudunk igényekre reagálni. Erre is majd azért térjünk ki, de most még menjünk vissza a diákokhoz. Tehát akkor második évnél tartunk. Eldöntheti a diák, hogy akkor most éppen melyik lesz az a szakma, amit ő tanul. Akkor hogyan tovább? Nyilván elkezdi azt már direktben úgy tanulni, hogy akkor mással már nem nagyon kell foglalkoznia? Hát a technikumban még azért a közismereti oktatás folyik, hiszen ott ugye érettségi vizsgát kell tenniük a tanulóknak. Viszont az érettségi vizsgának és a szakmai vizsgának a korábbi kettéválása az megszűnik. Egyféle vizsgát fognak tenni a tanulók. Ez azt jelenti, hogy az érettségi vizsgájuk a 4 közismereti tárgyból tevődik össze, és az 5. év kötelező tárgyuk az a technikus minősítő vizsgának a beszámítása, vagy a technikus vizsgának az eredményét számítjuk be, és fogadja el a rendszer 5. érettségi tantárgyként. Ez ugye jelenti azt egyrészt, hogy 5 év alatt kell felkészülni 5 tantárgyra, 3 tantárgyból már a 12. év folyam végén, tehát 4 év után érettségi vizsgát tehet. Egy tantárgy lesz az az idegen nyelv, amire azt mondjuk, hogy vigyük tovább, és azt 5 éven keresztül tanuljuk. Ugye nagyon fontos, hogy egy erős megalapozott nyelv tudása legyen, egy fiatal most már elengedhetetlen, de hát azt gondolom mindenki számára elengedhetetlen, nem csak egy fiatal számára. És ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy egyrészt, hogyha 3 tárgyból készül, kell neki felkészülni 4 év alatt az érettségi vizsgára, akkor ott sikeresebben, alaposabb tudással tud egy vizsgának neki futni. Az 5. tárgy, ugye önmagában a szakma, amit beszámítunk, ez egyben emelt szintű érettségi vizsgát is fog jelenteni neki ebből a tantárgyból, tehát így az egyetemi felsőoktatási irány is könnyebben nyílik szakirányba minden itt végző, majd leendő itt végző tanuló számára.
És hát nyilván egy magas szintű nyelvtudás az meg alapvetés, és innentől kezdve ezt is meg tudjuk adni. Tehát én azt gondolom, hogy a technikumok így tudják elérni azt a célt, amit egyébként kitűztek a technikumi képzés elé. De akkor ez már azt jelenti, hogy az ötödik év az tulajdonképpen egy nagyjából egy kétharmad vagy háromötöd érettségi után egy koncentrált év lesz. Pontosan. Akkor, ahol az már a nyelven kívül csak a szakmával kell foglalkozni. Hogyha úgy próbáljuk szétbontani, hogy mennyit kell iskolába és gyakorlaton lenni, akkor nyilván ugye az eddig elhangzottakból az első két év az nagyjából az iskolapadban zajlik. Utána hogyan válik külön? Nem gyakorlatról beszélünk, tehát ez azért nagyon fontos. Hogy szakmai oktatásról beszélünk, és a szakmai oktatás ugye az magával húzza az elméletet és a gyakorlatot együtt. Viszont egy teljesen új filozófiával rakjuk össze a képzési programjainkat, és ez az új filozófia, ez a szakképzési törvényből adódó elvárás. Hiszen arról beszélünk, hogy gyakorlatorientált képzést csináljunk. Tehát a gyakorlat oldaláról közelítjük meg a képzést, és ehhez csatlakozik az adott gyakorlati elemhez tartozó elméleti tudáselem is, vagy elméleti kompetenciaelem is. Így ez egy teljesen más megközelítést jelent. Ez azt jelenti, hogy a 9-10-ben egy technikum, vagy 9. osztályban egy szakképzőiskolás tanuló, az az iskolai rendszerben is már ilyen alapon indul, tehát nincs elmélet, nincs külön gyakorlat, hanem gyakorlat oldalról közelítjük az egészet. És a 11. évfolyamtól kezdve pedig arra is lehetőség nyílik majd, és ez a jövőt tekintve lesz lehetőség, hogy azok a cégek, akik duális partnerként ebben részt tudnak venni, ők akár a teljes képzést, szakmai képzést, oktatást is magukhoz tudják húzni arra 3 évre. Hiszen itt már nem tanulószerződéssel, gyakorlati képzéssel lesz a tanuló, hanem egy speciális munkaszerződéssel, szakképzési munkaszerződéssel tulajdonképpen munkaviszonyba kerül már majd a tanuló. De amiért már fizetést fog kapni, igen, tehát amiért már munkavállalóként fizetést fog kapni, viszont ez nagyon fontos, hogy ez a gondolat csak azokra a tanulókra igaz, akik majd szeptemberben lépnek be 9. évfolyamra először, illetve hát lehet olyan, aki 2 éves technikumi képzésbe lép be, de ez csak rájuk vetítetten igaz. Azok, akik most jelenleg bent vannak a rendszerben, ők a régi hagyományos tanulószerződéses úton fogják végigvinni a képzésüket, hiszen ők már megkezdtek egy képzési időszakot, egy képzési formát, és ők ezt végig fogják vinni, végig tudják vinni, tehát rájuk vetítve még ezek az átalakulások, ezek a változások még nem lesznek érvényesek. Közelítettünk ugye egyszer az ösztöndíj felől is, tényleg csak egy mondatban, ezek hogy épülnek fel? Nyilván az első évben ugye egy alapot kap a diák vagy a belépő, utána már a tanulmányi eredménye alapján lehet ez több-kevesebb, és meddig mehet? Igen, az ösztöndíj mértéke az jelenlegi számítások szerint egy technikumban az első évben 7000 forint havi összeget jelente, a szakmunkásképző 3 éves szakképzőiskolai képzésben pedig az első évben 14000 forintot jelent havi szinten. Ez nyilván függ attól, hogy milyen tanulmányi, tehát van egy alap, és nyilván függ attól, ez lehet kevesebb is akár, hogy függ attól, hogy a tanulónak milyen tanulmányi eredménye van, és akár el is veszítheti, tehát azért erre nagyon, hogy azért van olyan tanulmányi eredmény, amit el kell érni hozzá, hogy az ösztöndíj meglegyen, de én azt gondolom, hogy nem teljesíthetetlen. Most mindenki számára egyértelművé kell tenni azt, és azt gondolom a gyerekek számára is egyértelművé kell tenni azt, hogy teljesítményhez kötünk juttatásokat, így az ő ösztöndíjuk is teljesítményhez kötődik. Nyilván nem lehet hiányozni, fegyelmi problémák ne legyenek, és legyen egy jó tanulmányi eredmény. Nagyon fontos viszont, hogy amikor már egy duális képzési partnerhez ki tud majd menni a tanuló, akkor már nem ösztöndíjat kap. Tehát vagy ösztöndíjat kap, vagy gyakorlatilag munkaszerződése lesz, és onnantól kezdve már fizetést kap, de a kettőt együtt nem kaphatja meg.
Akkor nézzük a fejlesztéseket. Ugye már ön is említette, hogy tulajdonképpen a jövőre felkészüléshez egy csomó fejlesztést is meg kell valósítani az iskolában, és hát vannak olyanok, amik pedig ugye régóta húzódnak. Hogyha csak Szekszárdot nézzük, akkor az Adi iskola, de a vendéglátóipari iskola is. Tehát ezekkel mi a helyzet? És nyilván ugye egy nagy intézményről beszélünk, nem csak Szekszárd van, hanem az egész megyét. Igen, hát ugye vannak olyan jellegű infrastruktúrális fejlesztések, amik egyszerűen úgy kell mondani, hogy elkerülhetetlenek és elengedhetetlenek. És ugye vannak valóban régi restanciák, amiket helyre kellett tenni, vagy amikben el kellett indulni. Az egyik ilyen, az pontosan az Adi iskolának a B-épülete, ugye itt a Széchenyi utca sarkán, vagy a Rákóczi utca sarkán található. Ennek megtörtént az alapmegerősítése egy speciális technológiával. Ugye jelen pillanatban nem folyik munka a területen, pontosan azért, mert meg kell várni, még az épület teljesen stabil lesz, és a teljes stabilitását biztosítjuk. Nyilván ez egy időszak, amíg ez az azt jelenti, hogy már nem mozog az épület, viszont ugye van egy kivárási időszak, amíg folyamatos mérésekkel ez bizonyított is, és biztosítottá válik. Ezt követően lehet majd a további munkálatokat elkezdeni az épületen. A másik, ami nagyon fontos, de úgy is visszatérve még egy mondat erejéig, úgy gondolom, hogy ez már egy nagyon régóta húzódó dolog Szekszárd életébe, és most az első lépést megtettük, hogy annak érdekében legalábbis, hogy ez tovább folytatható legyen, és rendbe lehessen tenni az épületnek a felső részét is. Ugye eddig ez nem volt egy nagyon látványos dolog, hiszen egy alapmegerősítés azért az nem annyira látványos, de ez az első lépés. A vendéglátó iskolának a közbeszerzési eljárása folyamatban van, ezt nem a szakképzési centrum bonyolítja, állami magasépítési beruházás kategóriájába tartozó épületű vagy beruházásról beszélünk. Itt a beruházási ügynökség az, aki ezt viszi, és folyamatban van. Jelen pillanatban már az én információim szerint a közbeszerzési eljárást zárják lassan, tehát el fog indulni ott is a munka. Nagyon várjuk már mi is, hogy vissza lehessen költözni majd abba az épületbe is, de bízom benne, hogy most már ez belátható időn belül megvalósul. Ott ugye egy tudásközpont is épül a városnak a kivitelezés, illetve a Modern Városok programba, összehangolják valahogyan a terveket? Nyilván a kettő egymástól elkülönül, mert ez két különböző forrásból működik, illetve városképileg természetes módon. Ez már a tervezés folyamatában kellett, hogy megvalósuljon. Ugye ennek a teljes tervezési folyamat, ami 2018-ban ment le, és már akkor elkészültek a tervek ezzel kapcsolatban. Nyilván utána a forrás is meg lett rá, és hát most azért bízom abban, hogy minél hamarabb most már majd elkezdődik a munka, és el tud indulni ott ez a beruházás, és így a vendéglátóiskola is vissza tud kerülni a régi, jól megszokott épületébe, ahol ugye mindenki megszokta, hogy a vendéglátóiskola a Hunyadi utcában működik. Akkor lépjünk ki egy kicsit Szekszárdról, mi van a többi iskolában? Hát azért ne lépjünk még ki teljesen Szekszárdról, mert ugye van Szekszárdon még van egy bezerédi iskolánk, aki nekünk ugyanolyan fontos, mint akár az Adi, akár a vendéglátó, hiszen mindegyik iskola a nagyon fontos számunkra. A bezerédi iskolában ebben az évben az összes vizes blokkot sikerült felújítani. Azt gondolom, ez egy nagyon nagy előrelépés volt, hiszen ez egy olyan dolog, ami a komfortérzetet, a jól érzett, mennyire érzi jól magát az iskola használó, szülő, tanuló, pedagógus, kollega, az iskolában ez hozzá tartozik, hát ez azt gondolom egy nagyon régóta húzódó olyan kérdés volt, aminek most sikerült pontot tenni a végére, ezt sikerült megoldani. A megyében szinte minden iskolánkban indítottunk el valamiféle fejlesztést, beruházást. Dombováron ablakot cseréltünk az Eszterháziban, Tamásiban a sportcsarnok padozata kerül felújításra. Okostantermet hoztunk létre Dombováron az Apácaiban, illetve Szekszárdon egy másikat az Adiban. Nagyon sok eszközbeszerzés valósult meg Dunaföldváron, illetve Pakson, a Magyar László iskolánkban, illetve az Első István iskolánkban. És ami nagyon fontos, hogy Bonyhádon a Perccel
2011-ben a Jókai utcai épületnek a felújítása kívülről elkezdődött, ezt az önkormányzat, a Bonyhádi önkormányzat végzi egy topos pályázat keretében, ott az önkormányzat a megrendelő, viszont az épület belső rendbetétele az ránk hárult, úgyhogy ott most van folyamatban az épület belső részének, egy új tanári szobának a kialakítása, irodák kialakítása van folyamatban, illetve még a nyár folyamán az őszig szeretnénk megvalósítani ott is a villamos hálózatnak a felújítását, tehát ez még a következő ilyen lépés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igyekszünk jó gazdái lenni a ránk bízott infrastruktúrának, épületeknek, és emellett meg, hogy igyekszünk jó gazdái lenni, hát mindig az a cél, hogy akik ott vannak bent, jól érezzék magukat, mert hát ugye ezért ez egy alapvetés. Akkor térjünk most vissza a felnőttek oktatására, vagy a felnőttek képzésére. Egy kicsit ide véve a digitális oktatást is, amivel most aztán nagyjából mindenki megismerkedhetett itt az elmúlt hónapokban. A kérdés tulajdonképpen arra vonatkozna, hogy amit itt a járványhelyzet alatt az iskoláknak végre kellett hajtaniuk, digitális oktatást. Az ottani tapasztalatokat mennyire lehet majd átültetni szeptemberben, akár a következő tanévben, és nyilván ugye ezt már itt korábban beszélgettünk róla, hogy a felnőttek képzésénél lehet majd ennek a legnagyobb jelentősége. Mert hogy, és akkor most itt már akkor hozzuk be ide, a felnőtteknek az oktatása képzése is megváltozik annyiban, hogy sokkal rugalmasabb lesz, és akár sokkal rövidebb idő alatt is lehet szakmát tanulni már. Így igaz. Nagyon sokat beszélgetünk az igazgató kollégákkal erről, hiszen ugye a végső tapasztalatok azok az iskolákban csapódnak le, és csapódtak le ezzel kapcsolatosan, és az igazgató kollégák is felvetették már ennek a lehetőségét, hogy hogyan lehet ezt a felnőttek képzésébe, oktatásába átemelni. Alapjában véve, ugye, ha arról beszélünk, hogy rugalmasabb képzési szerkezet kell, és egy rugalmasabb képzési rendszert alakítunk ki a felnőttek számára helyi szinten is, akkor ez pontosan jelenti azt, hogy olyan dolgokat is használunk, amit eddig nem. És ez itt jön be a digitális oktatásnak a lehetősége, hiszen egy felnőtt önállóan sokkal jobban képes tanulni, mint egy gyerek például. De a gyerekek is most bebizonyították egyébként, hogy ez jól működik náluk. De egy felnőttnél ez egy biztonságosabb dolog. Tehát a felnőtteket tudjuk úgymond iskolapadon kívül is, és tantermen kívül is olyan tananyagokkal ellátni, olyan platformokon keresztül kapcsolatot teremteni velük, amik a digitális rendszerhez csatlakoznak. És ez ugye azt is jelenti, hogy a felnőtt innentől kezdve önmaga tudja beosztani azt az időt, amikor kifejezetten tanulással, a saját képzésével foglalkozik. Így sokkal rugalmasabbak tudunk lenni, rövidíteni tudjuk a képzési időt. Ez egy alapvetés. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hiszen nem biztos, hogy egy felnőttet 2 évre kell iskolapadba ültetni. Lehetséges, hogy ezt a tudást ő sokkal rövidebb idő alatt már meg tudja szerezni, amit ott kellene megszerezni. Másrészt meg nagyon fontos, hogy azért az előzetes tudására így tudunk támaszkodni, így sokkal erőteljesebben tudunk támaszkodni. Tehát én biztos vagyok abban, hogy ezt át fogjuk emelni, használni fogjuk. Most készülnek a képzési programjaink, most dolgoznak az iskolák azon, hogy a szeptemberi indulásra a képzési programok összeálljanak, pontosuljanak, és oda ezeket már be fogjuk emelni. A diákok nyári szünetre mennek, a tanárok akkor ezek szerint nem. De a tanárok is mennek nyári szünetre, hiszen a pihenés az mindenki számára fontos, és a szabadság mindenki számára fontos. Nyilván ezt össze kell hangolni, ezt a feladatot. Azt azért nem tartom elképzelhetőnek, hogy mindenki dolgozzon egész nyáron. Nem is szabad, hiszen újult erővel kell a szeptembert elkezdeni, és ugye mindenkinek ki kell addigra pihenni magát. De hát nyilván azért feladatok lesznek, és ezeket a feladatokat meg hát el fogjuk végezni. Kancellár úr, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. A nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra. A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a Szakmád a Holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.